Hogyha minden jól kijön, akkor minden jól ki fog jönni. Hogyha nem, akkor egyértelműen nem. Oké, nem jön minden jól ki. Szóhi emberek, ez egy újabb Armored Warfare videó. Szóval, nemrég maxoltam ki a Centauro 105-öt, és az a terv, hogy megveszem most a Strikert. Gyönyörűséges. Szóval, ez egy amerikai Fire Support Vehicle, vagy magyarul tűzerő támogató jármű. Hát jobban nem tudom lefordítani, és a hivatalos megnevezést meg nem ismerem. Mindegy, szóval ez egy amolyan 8 keréken guruló ágyú gyakorlatilag. Ennek valóságban van egy autolóderje, amit a játékban ki is lehet fejleszteni. És így összességében ez egy egész jól kinéző jármű, aminek a teljesítménye az kegyetlenül szar a valóságban, de a valóság és a játék az két különböző világ. Szóval még mielőtt csatába megyek, előtte szeretnék olyat csinálni, hogy oké, most, hogy ezt letudtam, és egy kicsit stílusosabbá tettem ezt a járművet, kezdjünk is a kipróbálásba. Jól van, szóval egy olyan operationre sikerült benyomni engemet a meccskeresőnek, ami nem éppen ennek a járműnek van. És hát egy őszintén megmondva, páncélvarásszal, hát ebben a játékban ez egy páncélvarász. Ezen a mapon, hogy őszintén megmondjam, ötletem sincs, hogy mit kéne csinálni. De az, hogy gépiesített tornyom van, majd a felső fede az gépiesített, az kicsit előnyhöz juttat engem, szimplán azért, mivel a gépiesített torony ebben a játékban nagyon kevés sebzést kap lövésenként. Szóval, ja, hát ez valamennyi előny. És hát ezt mondom, hogy ezen a mapon nem tudom, hogy TD-vel mit kéne, hogy csináljak, hisz TD-vel nem éppen előnyös ez a operation. És hogyha nem csinálunk valamit, akkor befoglalják a pontot. Oké, már most elveszítettem a HP-mnak a nagy részét, pedig eléggé óvatosan játszottam, megjátszok, de hát úgy néz ki, hogy az senkit nem érdekel. Szerencsére most is a gépiesített tornyom az felfog egy kis sebzést, szóval nem kell nagyon sok mindenért aggódnom. Lássátok, 50 damage. Ez az lepkefingnyi. Arról fognak jönni ellenfelek, szóval valószínűleg ki leszek lőve. De addig, amíg nem vagyok kilőve, addig tudok itt sebzést osztani. És kinyírtak. Oké, az egy striker adat. Annak rakétái vannak, és az másodpercek alatt szét tud engem szedni. Szóval lehet, hogy ez az agresszívabb játékmenet, ez lehet, hogy hülye ötlet volt, sőt, nagyon hülye ötlet volt. És gyakorlatilag két
lövésből el is vesztettem több, mint a felét a életemnek. De 10.000 damage-et elértem, szóval nem panaszkodok. Áú. Ez a 8 körekű halálágyú, ez pontosan az halálágyú, mert gyorsan meghal, és van egy ágyúja. Oké, egy kicsit elbíztam magam. Hát ezért nem mondom, nagyon nincs mit csinálnom így TD-ként, szóval hát most mit csináljak? Kempeljek? Hol? Viszont a újratöltési idő kicsit se rossz. Mit ne mondjak? Hú, a pindad, attól félni kell, hogyha az egyszer rám néz, akkor én megdöglök. Annak rakétavetője van. Vagy hát egy amolyan lánctalpas katyusa, ha lehet azt mondani. Szóval a pindad az egy veszélyes jármű, amit nem akarom, hogy rám nézzen. Lássátok! Az ok, amiért én nem akarom, hogy az rám nézzen soha. Ja, itt is lenne. Jó, hát ez nem volt egy annyira borzasztó operation. Viszonylag gyors volt, csak kétszer haltam meg, majdnem háromszor. De azért megment. Jó van, na nézzük. Gyakorlatilag 18.000 sebzés. Őszintén nem borzasztó végeredmény. Oké, jöhet a következő kör. Szóval, ez a map, ez... hát érdekes. Szóval van egyetlen egy camp hely valahol itt, ezen a környéken. De az olyan, hogy high risk, high reward. Szóval, hogyha oda megyek, és a csillagok nem állnak egy sorba, akkor meg vagyok baszva. Hogyha oda megyek, és a csillagok egy sorba állnak, akkor egy nagyon jó camp helyem lesz. De ahogy mondtam, a csillagoknak egy sorba kell, hogy álljanak, hogy működjön. Ami persze nem éppen ideális, de hogyha sikerül minden, és nem leszek megflankelve, nem spawnol mögém semmi, akkor egy egész jó helyem lesz. Oké, akkor nézzük. Hogyha minden jól kijön, akkor minden jól ki fog jönni, hogyha nem, akkor egyértelműen nem. Oké, nem jön minden jól ki. Először is ezen a helyen érdemes először a IFV-ket különni, mivel azok látnak is. Nem úgy, mint a MBT-k, meg a TD-k, meg a könnyű tankok. Azok majdnem hogy vakok. Na hát a könnyű tankok kevésbé, azok látnak is valameddig, de... az IFV-k azok messzire ellátnak, szóval azokat kell különni először. És hogy azok ki vannak lőve, akkor semmi nem tud engem észrevenni, ami egyértelműen jó. Mert hogyha észrevennek, akkor ez történik. És itt egyébként feljebb is lehet menni ide, csak akkor gyakorlatilag nincs semmi, ami engem megvédene, és az egyértelműen nem egy szerencsés helyzet. Hogyha mindenki engem néz, miközben itt fent vagyok. Szóval nem megyek oda. Jó, a Dráko az egy nagyon veszélyes ellenség. Szimplán azért, mivel ledarál mindent. Azt nagyon gyorsan ki kell szedni. Nagyszerű.
Hihetetlen, annyit lőttem, hogy kifogytam a lőszerből. Szerencsére egy Q lenyomással megint 50 lőszert ki tudok lönni. Ez egy nagyon jó mechanika, amit ebbe a játékba beraktak. Jó, egy kicsit közelebb megyek, hogy a látótávom az valamit érjen is. Van, mi a neve? Telescopic Lenses. Talán az a tudsz neve. Egy helyben állok és megnövelődik a látótávom, de nem eléggé. Itt egy krab, egy rák. Rák egyek ki a beledet. Jó, most menjünk egy kicsit az offenzívára, és vegyük a kezünkbe a dolgokat. Van gyakorlatilag egyetlen egy ellenséges tank, és sikeresen mellé lőttem. Hát nem mellé lőttem, csak nem ment be a lőszer. És ennyi volt, már csak azt az egy... mit... shipmentet kell elpusztítani, és ennyi volt. Összességében azt tudom mondani, hogy a Strikerról kifejezetten pozitív első két csatám volt. Szóval nem volt olyan nagyon kevert véleményem erről a járműről, mint a K2-ről, amiről még mindig eléggé kevert a véleményem. Nem tudom, hogy pontosan mit kéne, hogy gondoljak róla. De így első két csatában a Strikerrel azt tudom mondani, hogy ez kifejezetten egy tűrhető jármű. 21.000 damage, kicsit se rossz, legjobb a csapatból. Szóval, ja, hogyha a valóságban is ennyire jól szerepelne, akkor szerintem nem nyugdíjaznák ezt az amerikaiak. Mindegy is. Ennyi volt az a videó, ha tetszett, dislike, ha nem dislike, aki akar le is iratkozhat, csősztök.